A 258 éve történt szikulicidiumra emlékeztek ma Défalván. Az ünnepi beszédeket követően a kegyelet koszorúit helyezték el a madéfalvi vérengzések emlékére állított emlékoszlopnál. Helyi, erdélyi és magyarországi, valamint moldvai csengő szervezetek képviselői és politikai vezetői. Mi magyarok és székelyek megtanulhattuk, hogy a történelem már csak ilyen. A felmenői révén a történelmi események résztvevőjeként is jelenlevő Potápi Árpád nemzetpolitikai államtitkár beszédében hangsúlyozta, hogy otthonról hazaérkezik Madéfalvára. A Szijjártó Péter külügyminiszter nevében felszólaló államtitkár Magyar Levente beszédét Táncos Barna környezetvédelmi vízügyi és erdészeti miniszter követte, aki hangsúlyozta, hogy mi székelyek tudjuk merre van az előre. Az ünnepségre összegyűlt tömegben több moldvai csángó és határon túli székelyek szervezetének népviselet öltözött képviselője is jelen volt. Minden évben szoktunk jönni, hát azért jöttünk, amíg mindenki jött, csak mi egy kicsit szomorúbbak vagyunk, hogy olyan messzire elkerültünk, hát emlékezni és valahová tartozni. Ez nagyon fontos azért, hogy azért mi is ide tartozunk, és ezt csak itt tudjuk így megmutatni, érezni. Szekszárdon jöttünk az ünnepségre, Tolna megyéből, és többször voltunk már itt, és minden évben el szeretnénk jönni még ezután is. Milyen fontos ez önöknek? Hát mint bukai székelyek vagyunk, és az őseink innen mentek el. Azért fontos, már őseinkre kell emlékeznünk, és azért, hogy ők vitézek voltak, és kiálltak a székelységét, a magyarságért, amennyire ki tudtak állni, és végezték a dolgukat úgy, ahogy kellett. Magyarok nagyasszonya, Csíksomjói boldogasszony, a rendezvényen Tamás József nyugalmazott püspök mondott áldást, majd a kegyelet koszorúit helyezték el egyházi és világi méltóságok. A madéfalvi veszedelem 258. évfordulója alkalmából szervezett ünnepség végén a székely himnuszt és az Ó, én édes jó Istenem című egyházi dalt énekelték el a jelenlevők.